anyaként fölmerem vállalni azt, hogy én vasárnap délelőtt a főzés mellett még egy órát kimennék futni. Ezt én kimerem mondani, hogy attól én nem vagyok rossz anya, hogy itt lehet, hogy nem délben lesz ebéd, csak egykor, de hogy aki ott ül veletek az asztalnál, az annak fülig fog érni a szája, mert hogy kiszelőztette a fejét. Rengeteg ilyen visszajelzést, vagy üzenetet kapok, hogy neki az, az számít, hogy látta, hogy én már kim voltam, és akkor azt mondja, a franc, akkor én is a cipőmet, és kimegyek. Vagy akkor benevezek egy versenyre, és, és csinálok egy felkészülést, mert hogy lehet, hogy ha neki belefért az a 400 km, akkor lehet, hogy nekem is belefér egy maraton. Én mindig azon gondolkodtam, hogy ha kiszállnék, vagy aki Kiszáll, és másnap reggel belenéz a tükörbe, akkor az, aki szembe áll bele, abban mi lesz az ő fejében, mert hogy kívülről azt mondják, hogy oké, persze, most döntés, de hogy te azt gondolod akkor, hogy az a hólyag megért annyit, hogy előtte készültél egy évet, és te amiatt akkor úgy érezt, hogy mégsem. Időszámításunk előtt 490-ben a maratoni csatában a görögök hatalmas vereséget mértek a túlerőben lévő perzsa seregre. A legenda szerint ekkor egy hírnököt küldtek Aténba, aki megállás nélkül futotta le a távot, beért a városba, annyit mondott, hogy győztünk, majd összeesett és meghalt. Ennek állítanak emléket a világ legkülönbözőbb pontjain az úgynevezett maratoni futóversenyek. Létezik azonban a maratonok királya, amely spártatlon névre hallgat, és ez egy extrém ultra futóverseny. Ezt csak egy évben egyszer rendezik meg, pedig Görögországban, ahol Aténból Spártába kell elfutni, és ez nem 42 km hosszú, hanem 246. Ez a verseny hőséggel, nagyon komoly szintemelkedésekkel tarkított futóverseny, amelynek a szintideje 36 óra. Vagyis 36 óránk belül kell teljesíteni ezt a távot. A Karizma Podcast mai vendége hétszer vett részt a spártatlonon, mind a hétszer szintidőn belül ért célba, és ráadásul háromszor megnyerte, és kétszer harmadik helyezést ért el. Nagy szeretettel köszöntöm Lubic Szilvit, aki amellett, hogy ultratávfutó, édesanyja, feleség és polgári foglalkozása szerint fogorvos. Szia, köszönöm szépen a meghívást! Milyen érzés már ezredjére hallani ezeket a csodás eredményeket magadról, Szilvi? Nagyon érdekes, mert amit azt gondolom, hogy amit az ember csinál önmaga, amire képes, az sosem tartja ilyen különleges dolognak. Visszaemlékszem, amikor elkezdtem futni, úgy néztem a maratoni futókra, hogy wow, valami fantasztikus dologra képesek. Mikor én lefutottam, akkor már nem is volt olyan különleges, és valahogy ezek a teljesítmények is mindig úgy állok hozzá, hogyha én meg tudom csinálni, akkor, akkor talán nem is annyira extra. Nyilván tudom, hogy milyen munka van mögötte, de talán kisebb csodálattal nézek ezekre, mint te. Aki nem ismert téged annyira, most azt gondolhatná, hogy te már gyerekkorodban elkezdtél futni, pedig 28 éves voltál, ha minden igaz, amikor először futócipőt ragadtál, úgy Isten igazából? Így van, én 28 éves korom óta futok rendszeresen, és gyermekként pedig leginkább kerültem a testnevelés órákat. És amikor elkezdtél futni, akkor mikor volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy hogy rátaláltál a futásra, és mikor döntötted el, hogy oké, okay, akkor én nem csak pár kilométert fogok futni a helyi parkban, hanem én ultratávokat akarok megtenni. Tulajdonképpen nem voltak ilyen érzések és döntések, abszolút, a futás az úgy került az életembe, hogy egyszerűen szükségem volt két kisgyerek mellett arra, hogy egy picit magammal foglalkozzak. Nagyon sokszor voltam beteg, gyenge volt az immunrendszerem, és akkor az volt, hogy kell valamit csinálni, ami a, a négy falon kívül van. Így jött a futás, mert két kisgyerek mellett nem tudsz eljárni más edzésre. Mert azokat nem akkor tartják, amikor a család szempontjából optimális futni, meg akkor lehet, amikor éppen időd van, vagy aki vigyáz a gyerekekre is, és megoldod. Tehát a futás az így jött, kezdettől nagyon jól éreztem benne magam, és nem voltak nehézségeim, tehát nem volt probléma 5 kilométert lefutni, illetve már az első héten futottam, úgy emlékszem, 14-et is, és ez abszolút gond nélkül ment, és azt tudtam, hogy a 14 az jobban esett, mint a 4, szóval valószínű, hogy itt már picit meg volt határozva az irány, és én Akkoriban, amikor én elkezdtem ultrázni, akkor az ultra az még nagyon-nagyon kevés ember csinálta az ultrát, és ez így nem volt cél, vagy nem volt, nem volt egy határvonal, egyszerűen belecsúsztam, elhívtak ilyen versenyekre, és mivel jól ment, ezért, ezért itt ragadtam. Hány ultrafutó versenyen vettél már részt azóta körülbelül? Több mint százon jó ég. Azt azért mondjuk el gyorsan a nézőknek, hogy azt nevezzük ultrafutásnak, ami legalább a maratoni távnál hosszabb, tehát ami 42 kilométernél hosszabb, igaz? Így van, gyakorlatilag, hogyha a versenyeket nézzük, akkor mondjuk 50 kilométernél kezdődnek az ultratávok, és ez ugyanolyan, mint bármi más, hogy határa ég, tehát egészen extrém hosszúságú versenyek is léteznek. Csak úgy van becslésed arra, hogy, hogy nagyjából hány ezer kilométert futhattál már? Így Hát százezer fölött van, bőven. Az azt jelenti, hogy az egyenlítő az 40 ezer kilométer hosszúságú, tehát hogy több mint kétszer, akár két és félszer is körbefutottad már a megvan a három. Te jó ég. Ez egy elképesztő teljesítmény. Hogy, hogy éled ezt meg? Nekem ezek tényleg természetes dolgok, tehát ö, mindig... Mindig voltak a futással céljaim, illetve azt mondom, hogy tulajdonképpen mindig is voltak céljaim, akkor is, amikor nem futó voltam, és, és mindig megtettem azért, amit éppen kellett. És mikor elkezdtem futni, én nagyon nem szerettem a telet, tehát azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én kiárok télen a hidegbe futni, és ki kellett találnom valami célt, én egy nyár végén kezdtem el edzeni, kijárni egyáltalán a gyerekek mellett, és nem szerettem volna abba hagyni, de tudtam, hogy abba fogom hagyni, hogyha nincsen egy tavaszi célom, és akkor kinéztem egy maratont, és arra kellett készülnem, ugye? Tehát ez volt a terv. És, és ezek a ezek a számok, vagy ez a sok kilométer, ez nyilván mind-mind egy-egy cél felé vezetett. Mindig egy-egy versenyre készültem. Nyilván a, az összes Összes versenyre való felkészülés rengeteg plusz élményt hozott, nagyon sokféle helyen futottam, rengeteg embert megismertem, és nyilván temérdek munka van ezekben, a, ezekben az eredményekben, de, de valahogy így a mindennapokra elosztva ez egy ilyen feldolgozható volt. Egyszer, egyszer néztem, nem most már nem nagyon figyelem, hogy mennyit futok kilométerben, tehát nincsenek ilyen nagy összesítéseim, mint uh -huh. régen, Viszont volt egy olyan öt évem, amikor összeadtam az öt év alatt futott kilométereimet. Ennek az volt az oka, hogy akkor dolgoztam egy edzővel, és úgy gondoltam, hogy az öt éves közös szülinapunkra, úgymond, én kiszámolom, hogy ő mennyit futtatott velem, és ugye a kilométert leosztottam a, a napok számával, és akkor 22,5 kilométer jött ki napi szinten, ami azért így öt év alatt, hogy minden egyes napra jut ennyi, akkor azért úgy a számomra is meglepő volt. Szóval tényleg, tényleg nagyon sokat, sokat futottam az eredményeimért, de, de úgy napi szintre ez így valahogy úgy mindig, mindig be, a napba, és nem, nem tűnt annyira extrának, mint hogyha az ember így visszatekint, vagy összead és oszt. Tudnál ma létezni a futás nélkül? Igen, azt gondolom, hogy igen. A mozgás nélkül talán nem. Tehát a mozgás az nagyon fontos része az életemnek, de nem föltétlen futásnak kell legyen egyébként. De azt már nem tudom elképzelni, hogy, hogy hogyan, hogyan történhetett az, hogy én egyetem végéig gyakorlatilag nem mozogtam semmit, az, az, az nagyon fura. Erőjük el a nézőknek, hallgatóknak, hogy ma pihenő napod van, és ma kivételesen nem futottál eddig, és elvileg nem is fogsz, igaz? Igen, nem fogok ma futni. egy mobilizáló edzést azért tervezek, uh -huh. azért, hogy, hogy ott legyen a nap, nem tudom, egyszerűen kell a jó érzéshez az, hogy hogy legyen mozgás a napban, de, de nem mindig futok egyébként. vannak, Van olyan nap, hogy csak uh, uh, kerékpározok is erősítek, mondjuk. Uh -huh. Szóval nem, nem mindennapos már a futás, de ez azért is van, mert olyan versenyre készülök, a, a, amire nem elég csupán futni, hanem kell egy kell egy nagyon erős mennyiség, órában nagyon sok óra edzés, és ezt viszont nem lehet csak futással, illetve hát sérülés veszélyes lenne csak futással megtenni, úgyhogy itt most nekem elég sok a keresztedzés a, a, mostani időszakban, a következő fél évben biztos. Ahogy néztem a vége listát, hogy milyen versenyeken vettél már részt, van egy, ami, ami engem nagyon megfogott, amit úgy is hívnak, hogy a világ legnehezebb aszfaltos ultrafutó versenye, ami neked egy fordulópont is volt, de ezt majd megbeszéljük, hogy miért. Ez volt a Badwater. Mesélsz erről nekünk kicsit részletesebben, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy milyen egy ilyen verseny, és nem csak magát a versenyt, hanem azt is nézzük már meg, hogy hogyan készültél fel konkrétan arra a versenyre. Nagyon sok szervező szereti a, a világ legnehezebb versenyeként titulálni a sajátját. A Badwater is ugye megkapta ezt a jelzőt, így, hogy már nagyon sok versenyt teljesítettem, azt gondolom, hogy tényleg aszfaltban ez tényleg jogos részükről. A különlegességét az nem a távadja, ez ugye 217 km, és 4500 méter pozitív szintemelkedés van benne, talán még ez sem extrém, viszont a, a kaliforniai halálvölgyben szervezik, ami eleve a, a egyik legmelegebb pontja a földnek, és ez a verseny, ez, ez július elején van, amikor a legforróbb egyébként is ez a, ez a vidék. Ez egy aszfaltos verseny, nyilván nulla árnyék, mert ö, sivatagos abszolút. De de az aszfalt az jól föl tud melegedni. És ö, gyakorlatilag ö, tengerszint alól indulunk, és ö, a, a bedwóterből és talán 2200 méter magasan van vége a, a versenynek, három, három nagyobb hegy, hegyen kell közben átmenni. A hőmérséklet az úgy van, hogy konkrétan az, az abban az évben, amikor én futottam, akkor én éjjel 11-kor rajtoltam, 43 fok volt akkor, és nappal pedig ilyen 53-55 fok van. Ez a verseny, ez... Abszolút a szervezők részéről semmiféle segítséget ö, nem adnak, hanem a, teljesen a saját kísérőiddel kell megoldanod a, a frissítést. Nagyon sok múlik a kísérőkön. Nekem ez is, ö, talán ez az, amiért így nem tudtam bele szeretni ebbe a versenybe, mert, ö, mert két mérföldenként megáll melletted a autó, jegelnek, hűtenek adják a jéghideg folyadékot, ami két mérföld múlva, hogyha nem itt ad meg, akkor gyakorlatilag te a melegségű. Tehát nagyon, nagyon egy csapatmunka, és nagyon jóknak kell lenni a segítőknek, hogy ezt profin csinálják, mert ott, hogyha ők hibáznak, abból nagy gond lehet. Volt is ilyen eset, hogy előttem egy pár évvel egy olasz fiú, amikor futott valahogy a kísérői, nem jöttek időbe, és, és teljesen túlhevült, tehát itt ez azért veszélyes állapotokat tud okozni, még a jegeléssel is nagyon, nagyon túl tudsz hevülni. Nekem, nekem, ez volt igazából így az aszfaltos futásnak a csúcsa az én fejemben. Nagyon nehéz egyébként kikerülni oda, tehát nagyon nehéz kvalifikálni, és amikor kvalifikáltam, akkor körülbelül az az érzésem volt, mint amikor összeadtam az öt évnek a futását, mert amiket így leadtam feléjük, hogy miket csináltam, az egy, az egy irdatlan, hosszú lista volt már akkor. Um, elég sok jó eredménnyel, és így akkor be is kerültem rögtön az első nevezésemkor. Különleges verseny volt, tehát azóta is azt mondom az aszfaltos hogy hogyha valaki elér oda arra a szintre, akkor próbálja meg, de, de nekem tényleg elég volt ez egyszer. És, és számomra ez volt gyakorlatilag így a, az aszfaltos futásaimnak a lezárása, az aszfaltos versenyzésnek a lezárása. Hogyan készültél fel erre a versenyre? Elég nehéz, hogy Magyarországon ilyen körülményekre fölkészülni, úgyhogy uh, gyakorlatilag két, uh, két módszer volt. Az, uh, ugye nyáron volt a verseny, akkor már azért Magyarországon is elég jó meleg van, tehát lehet melegben futni, tehát természetesen nem rövid nadrágban, pólóban kellett csinálni, hanem téli ruhában, és a legmelegebb órákat választottam mindig az edzésem. nagyon hosszú edzéseket csináltam hőségben, és uh, téli nadrág, beöltözve kesztyű, sapka. Hogy, hogy, nagyon melegem legyen. A másik pedig, hogy legyenek számok arról, hogy mi fog velem történni, az pedig a szaunában futás volt. Beraktunk egy futópadot, és ugye ott az föl tudtam fűteni 45-50 fokra, és ott tudtam mérni a testtömegemet, hogy körülbelül mennyi folyadékot veszítek, hogy arról legyen fogalmam, hogy mondjuk a futok 45 fokon, egy fél órát, akkor körülbelül az mennyi folyadékvesztéssel fog járni, ez leginkább olyan szempontból volt fontos, hogy hogy készüljünk a frissítésre. Hát ez, volt a, ez volt a másik irány, illetve csak úgy simán is szaunáztam. Nem, nem a tipikus <gül> rendszerben, A <laughs> felkészülés előtt volt egy hét, amit így egy szállodában töltöttem és akkor általában én másfél órákat voltam, mert ugye a mester nagyon aggódott, tehát mondtam neki, hogy miért vagyok ott, nem mondta, hogy nem így kell csinálni, mondtam, hogy ezzel amúgy tisztában vagyok. De hogy akkor nagyon sokat pihenve is szaunáztam, tehát próbáltam minél több extrém ilyen hőhatásnak kitenni magam. Volt, hogy az autóba fűtött emberetteletesen, Az annyira nem volt jó, tehát ott a férjem mondta, hogy ez többet nem, mert azért ott az ember rosszul tud lenni, mm -hmm. és az vezetés közben az annyira nem nem jön jól. Nem volt nyilván semmi gond, de egyszer megcsináltam ezt is. Egy hosszabb vezetés alatt. próbáltam tényleg minél többet így melegbe edzeni. Mi az erősítő edzéseket is, tehát hogy, hogy fölfütött helyiségben erősíteni, hogy, hogy szokja a szervezetem, hogy melege van. Mennyi folyadékot itt áll a verseny alatt? Vagy sok-sok litert. 75 litert. Te jó ég. Igen. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ezt szoktam föl, említeni az előadások alatt is, hogy hogy egy-egy ilyen verseny, ez nem csak így a lábnak megerőltető mondjuk, vagy nem csak mentálisan nehéz, hanem, hanem így minden, minden csúcsra van járatva. Tehát én, én 50 kiló vagyok, akkor a tessúlyom másfél szeresét ittam meg, tehát ott ebből rögtön azért az emberek összerakják, hogy ez milyen terhelés mondjuk a vesének, vagy az emésztésnek. Tehát itt nem csak a, nem csak az izomzat járja a határokat, vagy, vagy nem csak a koncentrációba kell nagyon toppol lenni, hanem, hanem nagyon jól kell tudni azt, hogy mi történik a, a testünkkel, és annak megfelelően bánni vele. Futás közben mire szokták gondolni? Mi gondolkodsz? Mi foglalkoztat olyankor, amikor akár egyedül futsz a sivatagban, és persze vannak körülötted, de azért nem hordába futnak ott a versenyzők, a jól sejtem. Szóval mi, mi jár olyankor a fejedben? A versenyeken általában a versenyre figyelek. Tudom, hogy nyilván ezek hosszú hosszú események, de de mindig megvan, hogy én mit szeretnék csinálni. Van egy előzetes tervem, én, én elég sokat készülök úgy a versenyre, hogy elképzelem, hogy ott vagyok, illetve van egy pontos tervem mindenre. Nagyon, én én erre nagyon nagy, ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, és és a verseny közben figyelem, hogy azt csináljam, amit kell, tehát, hogy eleget igyak, bevegyem időben a, a sótablettát, bevigyem az ele megfelelő energiát, és persze közben nézelődök is az utóbbi időben, 2018 óta, sőt, már hát nyilván előtte is voltak gyönyörű versenyek, ahol részt vettem, tehát ott azért igyekszem beszívni azt a közeget, ahol vagyok, uh -huh. és... és és mindig örülök neki, és, és, nagyon tudom csodálni, ami körülöttem van. Tehát részben nézelődök, részben pedig figyelek arra, hogy jól csináljam, amit kell. Tehát itt a púzusra, tényleg a frissítésre, a, a, igyekszem a körülöttem levőkkel nem foglalkozni. Tehát erre is mindig megvan a terv, hogy mikortól lehet úgymond fölemelni a fejed, és, és megnézni, hogy hol vagy a mezőnybe, és, és annak megfelelően futni. Ez, ezek teljesen lekötnek, illetve nyilván vannak olyan versenyek is, ahol esetleg együtt tudok futni valakivel, akivel így ö, tudjuk egymást segíteni, el tudunk beszélgetni, tehát vannak ilyen szakaszok is, de hát az ember előbb-utóbb már nem beszélget. Van az a stádium, amikor már jobb csöndben lenni. Vannak esetleg mantraid is, mint a valamelyik interjúban ezt említetted volna? Ö, igen, van, van mindig a versenyek előtt el is gondolom, hogy mire fogok gondolni. Nagyon sokáig ez volt, hogy, hogy, hogy mondjuk volt a spártatlan térkép a falon, és akkor odaírtam a szakaszok mellé, hogy ott, ott, mi lesz majd, ami, amibe így bele lehet jól kapaszkodni, amikor, amikor úgy érzem, hogy ez már így több annál, mint, a, mint, amit én elbírok. Ilyen is volt, aztán nyilván az ember hosszú évek alatt így, így lesz kedvence, vagy, vagy így hozza a, hozza a, sok verseny azt, hogy, hogy mi az, ami, amihez tényleg hozzá tud nyúlni, és nekem, nekem ilyen borzasztó egyszerű mondat az, ami, ami mindig segít, az, az, pedig az, hogy mindig lesz jobb. És ez nem ilyen elcsépelt valami egyébként, hanem, hanem, ilyen több mint száz versenyen gyűjtött tapasztalat, hogy, hogy tényleg mindig lesz jobb, és, és, és ilyenkor én tudom, hogy van az a szituáció, amikor egyszerűen csak rakni kell az egyik lábad a másik után, és, és ezt csinálod egy darabig, és tényleg jobb lesz. Tehát nem kell túl gondolni az adott, adott, nehézséget. Nyilván rögtön figyelni kell, és tisztázni, hogy most ez van, de, de sosem arra szoktam gondolni, hogy most akkor nekem rossz, vagy, vagy, vagy miért vagyok itt, vagy, vagy, ki kellene szállni, ez már évek óta nincsen ez a gondolat, hanem, hanem az van, hogy jobb lesz, és egyszerűen csak csinálni kell akár itt a Badwater-en, akár más versenyeken szoktak holdpontjaid lenni? És igen, akkor az, az milyen? Mit, mit kezdesz olyankor azzal? Persze vannak, tehát ezek ilyen nem is pontok, hanem ilyen iszonyú hosszú szakaszok. most a badwater nagyon belenyúltál, mert az volt életemben az első, és hál' Istennek eddig az utolsó verseny, ahol 24 órás volt ez a, ez a szakasz, tehát egyszer nem tudtam kijönni belőle. Viszont az segített, hogy én végig úgy gondoltam, hogy ki fogok jönni belőle. Hát, tehát, hogy így nem, nem szomorkodtam, ott is megvolt ez a mindig lesz jobb, lett is jobb, csak be kellett térni a célba, és eltelt 24 óra. De, de igen, tehát így, így fizikálisan az ember nagyon rossz állapotban tud lenni. A bedvóteren ezt a túlmelegedés okozta, gyakorlatilag olyan állapotban kerülsz, mint hogyha mondjuk vagy simán beteg vagy, és lázas vagy. Tehát túl melegszik a tested, és, és olyankor ugye nem fekhetsz le, hanem, hanem, még, hanem teljesítened kell, tehát keményen. És ö, ott a bedwateren nálam ez volt a probléma. Ö, elterveztük, hogy majd bele fogok feküdni. Volt is nálunk egy ilyen kis műanyag kád, és hogy abba majd hidegvizet teszünk, és, és jeget, és abba visszahűtöm magam. Meg volt erre a terv, hogy ezt hol fogjuk bevetni de amikor ott voltam valahogy, ez így nem történt meg. Én se akartam, és a segítőim is úgy gondolták, hogy, hogy erre nincs szükség, és, és amikor meg már nagyon rosszul voltam, akkor meg úgy éreztem, hogy ezt így nem, nem bírnám, hogy most, most be a jeges vízbe, és, és akkor nagyon túlmelegettem, és nagyon nehéz volt, nem, nem is tudtam abszolút kimászni belőlem. Tényleg végig mind, mindig volt valami kapaszkodó, hogy most majd, majd így vagy úgy el, el fogok tudni kezdeni futni, ott ugye volt segítségem, tehát ott próbáltam a kísérőimmel futni, kértem őket, hogy akkor diktáljanak valami tempót, mert egyszerűen ki kell jönnöm ebből, hogy csak gyalogolni tudok. De amint elkezdtem futni, itt nagyon szédültem és nagyon rosszul voltam. Úgyhogy ott volt 24 óra, milyen erőltetett menet volt, és gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés futással, az nagyon-nagyon nehéz volt. És ilyenkor, ma jól sejtem, sejtem. Igazából csak kérdezem, hogy mi történhet, hogy hogy nagyon komoly fizikai fájdalmaid vannak. Gondolom az elméd egy része, vagy a gondolat egy része azt mondja, hogy, hogy, hogy mi lenne, ha abba hagynád. És akkor van egy másik részed, aki meghajtja, és azt mantrázza, hogy de lesz ez jobb, meg tudod csinálni. Tehát hogy, hogy képzeljük ezt el? Hát bel volt rönöt, ott leginkább tényleg az volt, hogy úgy szédültem, és nagyon gyenge voltam. Arra nem emlékszem, hogy, de talán ott, ott pont az az időszak volt, ott, ott volt probléma a csípőmmel, tehát abban az időszakban sokat fájta a csípőm. Ennek is megvolt az oka, is, és meg, tehát mindig megkeresem, és teszünk ellene. Szóval talán akkor kezdtem el úgy komolyabban erősíteni, 17-től. Nyilván van olyan, hogy, hogy hogy, fáj valami. Persze, spártatlanokon is rengetegszer volt. Úgy emlékszem, hogy, hogy amikor elkezdtem ultrázni, akkor még volt olyan gondolat, hogy, hogy ki kellene szállni de az biztos, hogy a Badwater-kor már nem volt ilyen is, és, és azóta sem emlékszem ilyenre, tehát, hogy az így, így nincs ott opcióként nekem. Mm. Öm, a badwater -nél ez, ez ö, egy utólag ö, szintén érdekes, hogy hogy mennyire, mennyire nincs ott, hogy, hogy feladni, hogy nagyon rosszul voltam, és, és ott volt a kísérő autó végig, tehát, hogy, hogy ráadásul ott van az, hogy te oda beszélhatsz, de ez nekem így nem ütött eszembe, bármilyen rosszul is voltam, viszont volt egy hegyeknél, messze láttam, hogy villámlik, és, és tényleg azt kívántam, hogy így, így valahogy történjen az, hogy, hogy ideér, és, és hogy engem, hogy így belém csap, és akkor tök jó lesz, mert vége lesz. De hogy, hogy csak ez volt az opció, és ut utána ez én eléggé fura volt, hogy, hogy arra miért nem gondoltam, tényleg nem gondoltam, hogy kiszállni, csak arra, hogy ennek csak úgy lehet vége, ha én most valami oknál fogva itt meghalok, és akkor kész, akkor hú, túl vagyunk rajta, de hogy az, hogy beszállják az autóba, ott már abszolút nem volt meg. És szerintem azóta sem. Tehát olyan, mintha kiírtottad ki volna a fejedből ezt a gondolatot, hogy te feladnál egy versenyt. Én mert azt gondolom tényleg, hogy ö, egyszer így, így megbeszéltem önmagammal nagyon rég, hogy ö, nyilván ezt amiatt, mert, mert látom azokat az embereket, akik mondjuk feladnak egy versenyt. Tehát, hogy itt van mondjuk a amit, amit nagyon sokan nem tudnak befejezni, Ö, okkalok nélkül. Persze az ok az mindig van, csak, csak hogy mennyire komoly, és utána van egy ilyen bankett a spártatlan után. És ott vannak ugye a teljesítők, és ott vannak, akik nem teljesítették, és, ö, és akik nem teljesítették, azoknak mindig nagyobb a fájdalom, én úgy látom. Tehát a teljesítők lehet, hogy, hogy elég csúnyán mennek, vagy, vagy húzzák a lábukat, vagy, vagy ilyesmi, de hogy akik nem teljesítették, azokat nagyon rossz látni, és, és főleg azt, hogy ami miatt kiszálltak, az, az, a probléma már rég eltűnt. Tehát ők nem sántítanak, és, és kiderül, hogy, hogy másnak legalább annyi vízholyag van a talpán, ami miatt ő kiszállt, a másik beért. És ez, ez szerintem nagyon kemény ott, és, és, én akkor úgy, mikor ezeket láttam, akkor, akkor arra gondoltam, hogy részben, részben inkább a testem fájja, mint a lelkem, Részben pedig, aki föladja, az mindig el tudja mondani, hogy miért adta föl, és az tök jogosnak is tűnik. De mindenki mondja, hogy hú, tényleg igazad volt, jobb ez, mint egy sérülésbe, okos döntés. Tehát ezt mindig megkapod, főleg most ugye a Facebookon öm, rengeteg ilyen komment van, hogy milyen jó, hogy kiszálltál, milyen nehéz döntés, de hogy egyébként kiszállni annyira nem nehéz döntés szerintem, bár még nem szálltam ki. Öm, de hogy nem az a lényeg, hogy, hogy a többiek mit mondanak, hanem én mindig azon gondolkodtam, hogy ha kiszállnék, vagy aki kiszáll, és másnap reggel belenéz a tükörbe, akkor, akkor az, aki szembeáll vele, az mit tehát az abban mi lesz az ő fejében, mert hogy kívülről azt mondják, hogy oké, okay, persze, okos döntés, de hogy te azt gondolod akkor, hogy, hogy az a húlyag megért annyit, hogy, hogy előtte készültél egy évet, és te amiatt akkor úgy érezt, hogy, hogy mégse. Hm. És, és Innen jön az az egyesség, hogy hogy amíg tudok lépni. Teljesen mindegy, hogy milyen lassan és mennyire fáj. És, és még nem futottam ki a időből, tehát nem a szervezők szednek ki, addig, addig én menni fogok minden versenyen. És ö, mióta ez van azóta nyilván nincs opcióként a kiszállás, hanem az a kérdés, hogy rá tudok még lépni a lábamra, az, hogy fejeztök mindegy. Az is mindegy, hogy én 10 perces kilométert megyek, vagy ötöt. No, az a lényeg, hogy még egyet kell lépni, meg még egyet, addig, amíg, amíg én ezt megtehetem. Mondjuk egy bedwater után mennyi idő a, a pihenés, a regenerálódás, amíg a, a vízfolyhagok begyógyulnak? A bedwater után ö, nekem 6 hétre volt a spártatlan. Ami, ami amúgy nem volt jó döntés, ö, be voltam nevezve mind a kettőre, és nem is az volt a, a rossz döntés, hogy elindultam a spártetlonon, nekem a nagyfiam akkor került el egyetemre, és, és én nem tudtam törődni önmagammal. Tehát, hanem vele voltam elfoglalva, edzettem. Tehát az önmagammal nem törődés, ez nem az volt, hogy nem edzek, hanem, hanem edzek, mint az őrült, mert itt jön a spártatlon, de nem figyelhetem az étkezésre, a fehérjepótlásra, semmire csak, csak toltam az edzéseket, és ezerrel csináltam az életet, is, és, és közben persze ott volt, hogy, hogy úristen elmegy a fiam, neki, neki jó helye lesz hol fog lakni, mi, hogy lesz, és akkor, akkor a hat hétre elindultam a spártatlonom, amit megcsináltam, de, de keserves volt. Tehát az ott, ott nem kellett volna. Tehát vannak azok az élethelyzetek, amikor, amikor nem kell föltétlen erőltetni egy ilyen, egy ilyen indulást. Egyébként az volt az utolsó spártatonom, nem azért, mert hogy az annyira rossz volt, hanem, hanem én úgy gondoltam a Badwater után, hogy már nem akarok aszfaltos ultrán futni. Hmm. Miért? Miért éri meg ez a sok szenvedés, uh, rengeteg megpróbáltatás? Szóval mi, mi, miért csinálod? Uh, igazából nem is szeretem azt, hogy hogy, hogy ez így, így, hogy mennyi szenvedés, mert ugye ennek, ennek ez egy kis darabja, és lehet, hogy, hogy sokakat azt fog meg, hogy, hogy ott mondjuk valakinek milyen fájdalma van, vagy, vagy mondjuk órákon át rosszul érzi magát fizikálisan, de hogy ezeknek nem az a, nem az a lényege. Itt számomra az, az mindig jó, hogy én, én imádok valami cél felé haladni, Nekem az a jó cél, hogyha, hogyha abban van valami kihívás. Mindegy is az, hogy mi: mi az, valamiben legyen különleges, valamiben legyen olyan, amit amikor én eldöntöm, hogy majd részt fogok azon a versenyen venni, akkor én még nem tudnék részt venni, hanem tudom, hogy mik azok a feladatok, mik azok a dolgok, amiben nekem erősödnöm kell, milyen kihívások vannak benne, ami a korábbiakhoz képest extra mert az így, így engem ösztönöz arra, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy plusz dolgot megtanuljak. Mondjuk, mondjuk megtanuljak 12 kilós zsákkal futni a hátamon, vagy, vagy én nem vagyok jó terepfutó, de hogy ez engem így nem lehúz, hanem, hanem iszonyan inspirál, hogy, hogy, és, és iszonyú sikerélményt ad, hogy végre mondjuk most már egész jól tudok köves talajon lefelé futni. És, és sokszor, amikor aszfalton futok, néha előfordul most is, akkor persze gondolom azt, hogy, hogy én ebben amúgy tök jó vagyok, tehát én aszfalton sokkal jobb eredményeket érnék el, csak az már nekem nem ad ilyen, nem ad olyan örömöt, mint hogy, hogy jé, egész jól lejöttem ezen a lejtőn, vagy hogy akikkel futottam mondjuk hat éve terepen, az azt mondja, hogy húsz Szilvi, nem is az a Szilvi fut mellettem, tehát tök jól megtanultad ezt. És engem, engem mindig inkább az vonz, hogy, hogy valami új dolgot megtanulni. És, és azért kellenek ezek a versenyek, mert ezeknek engem nagyon inspirálnak arra, hogy új dolgokba fejlődjek, hogy tanuljak, hogy tapasztaljak magamról, és a másik meg, hogy évek alatt megerősödtem annyira, hogy kb. majdnem mindent álmodhatok magamnak, és, és ez nagyon izgalmas, hogy, hogy olyan helyeken és olyan eseményeken futhatok, ami, ami egy ajándék azért a, a Lassan húsz éve beletett munkáért, amit én eddig csináltam, mert azért nem mindenki gondolhatja azt, meglát egy eseményt, és akkor tulajdonképpen beleteszek még egy picit abba, ami vagyok, de hogy ez, az nekem menni fog és És, és ez egy nagyon jó, nagyon jó érzés. Nem beszélve arról, amikor megcsinálod, hogy wow, hogy ezt én, én föl tudtam készülni. Tehát ezek mind erősítenek és, és nem a, nem, a, szenvedésről szólnak, van benne olyan is, nyilván, mikor nevez az ember, az tudja, hogy az nem arról fog szólni, hogy vannak olyan versenyeim, hogy több mint négy napon át mentem, egyfolytában, éjjel-nappal, és az nem mindig vidám, tehát nem mindig vidám 30 perc alvás után újraindulni, de hogy, hogy egyébként meg eszméletlen kaland, és én képes vagyok rá is, és tulajdonképpen ezt én nagyon élvezem. Minden nehézség ellenére. Van az a önismereti mondás, hogy sosem a cél, hanem az út a lényeg. Hát te mit gondolsz erről? Őszintén szóval nagyon sokáig nem értettem. De komolyan. Tehát, hogy már így, így már nagyon régóta futottam, és akkor, akkor nem értettem, hogy most mi, mi miért az út, vagy most... Hogy el hogy... az út, amikor a cél a fontos. Igen, nekem nagyon sokáig tényleg az volt, hogy, hogy, a, az a fontos, hogy, hogy, hogy amikor, ami, amikor, ott vagyok a versenyen, és uh, most már elég régóta uh, futottam olyan versenyeket, ami, amire az önmagában a felkészülés annyira izgalmas volt, és annyi élményt adott, hogy, hogy, a verseny rajtja előtti nap azt gondoltam, hogy bármi is lesz, nekem már ez az év megérte az, hogy én, hogy én ide akartam jönni, és amiatt annyi kalandba volt részem, annyi annyi tök jó közös futásom volt barátokkal, olyan jó kis helyeken edzettem, hogyha mm. most ez a verseny, ne adj Isten, nem sikerülne, igazából ez már akkor megértene, és itt jött az, hogy tulajdonképpen akkor ez az, amikor az út a fontos, és, és maga a verseny, az csak egy, egy habatortán lesz, hogy, de de hogy a felkészülések is nagyon jók, és innen jött nekem az, hogy elengedtem az aszfaltot, mert ott már ez nem volt meg. Mm. Talán sose volt meg ennyire, mert az aszfaltos időben volt az, hogy nem annyira értettem ezt a, ezt a mondást, de hogy, hogy, hogy azóta így, én, 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 most sokkal jobban szeretem azt, amit most csinálok. Vannak-e valamilyen babunáid, vagy rituálid, futás előtt, közben, ilyen kis titkos, szilviféle módszerek? Régebben szoktam kapni ilyen kabalákat barátoktól, amit így mindig elvittem, és végül már annyi volt, hogy egy ilyen kis zsákocskába <laughs> volt benne. Kabalazsák. <laughs> Igen, és akkor az, az ott volt a bőrön, de mindig aztán hát úgy gondoltam, hogy már ez akkorára duzzadt, hogy ezt akár otthon is hagyhatom, és talán akkor sem történik semmi végzetes. Ö, és most már csak a, a plüsvizslám van, ami, ami jön. Van egy, én ugye mindig kutyáimmal futok, mm. legalábbis 90 százalékba, 90-95 és egyszer egy versenyen kaptam egy ilyen kicsi vizslát, és, és őt viszem a versenyekre. Hát megmondom őszintén, tehát hogyha most eltűnne, akkor, akkor nagyon izgulnék, vagy úgy gondolnám, hogy akkor, szóval, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez akkora, akkor kabala vagy babona, mert nélkülem már nagyon rossz lenne. Nagyon sok különleges helyen voltunk együtt, és nagyon sokszor elveszett és mindig visszakerült hozzám, úgyhogy ez, ennek is, ez nekem így, így fontos, elhagytam őt a Kaszkád hegységben, mm -hmm. pedig ott, ott ugye mentünk 350 kilométert, és az egyik fut, emlékezett rá, hogy az én zsákomon van, és volt, és fölvette, és utána odatta. az egy nagyon izgalmas dolog volt, ott nagyon nem tudtam, hogy hol hagyhatnám, de egyébként elhagytam az Antartiszon is, ahol azért elég nagy a hó, és ott is, ott is egyik futótársunk vette föl és, és adta vissza, szóval, hogy nekem nagyon sok kalandom volt már ezzel a vizslával, mindig ott alszik velem a sivatagokban, meg tényleg az Antartiszon is együtt voltunk, meg egy csomó különleges helyen, amikor olyan helyeken, amikor kísérőm nem lehet, tehát nem lehet a férjem, hanem csak ő van a, a vizsla. Szóval, nagyon-nagyon sok mindent átélt már velem, úgyhogy ő, ő tényleg ilyen kabola említettel a férjezet, és illetve a maga, maga, a kísérő fogalmat. Miben segít neked egy versenyen a kísérő, és jó-e, hogy ő a férjed, vagy mást jelent, amikor nem a férjed kísértéged? Hogy tudjuk ezt elképzelni? A kísérőnek leginkább az aszfaltos időszakban volt jelentősége, az aszfalton ugye többféle verseny van, van egyrészt a spártáton, amiről beszéltünk, hogy futunk A-ból B-be, és ott ö, megvannak az előírások, hogy melyik pontokon ö, lehet ott a kísérőm. Ez a spártatlan nem túl sok, azt hiszem 14 ilyen pont volt. Ö, fontos volt nagyon, hogy, hogy ott volt. Nem azért, mert, ö, mert hogy ott odatta a frissítőmet, mert én azt mindig előre küldtem, tehát ha nem lett volna ott, ott ugyanúgy fölveszem, hanem, hanem egyszerűen ö, jó volt tudni, mindig megmondta, hogy körülbelül akkor hány kilométer múlva lesz legközelebb, és akkor, akkor, én azt vártam, hogy majd, majd ott áll. Tehát, hogy leginkább lelki, lelki okok miatt volt ennek szerepe, illetve hát az, hogy, hogy kiutazunk együtt a versenyre, nekem az nagyon megnyugtató, hogy ott van velem a versenyerőt. A másik típus a versenyeknek, amikor egy körpályán futunk, mondjuk egy kilométeres körpályán, ugye ezek a 24 órás versenyek, 12 óra vagy hasonló. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy 24 órán átfutsz egy körön, és akkor aki a legtöbbet fut, az nyer. Én elég sok ilyen világversenyen voltam kín, és ez egész más a kísérő szempontjából, mert nagyon gyakran találkozol vele. Itt nem viszel magaddal semmiféle frissítőt, hanem mindent ő ad a kezedbe. Ezeken a versenyeken annyira nem szerettem, amikor a férjem jött, mert mivel gyakran találkozol, ezért én másnak nem panaszkodnék, vagy nem mondanám el a, a problémáimat, neki viszont elmondom. És akkor, hogyha kimondod, akkor azért kicsit így felerősödik az egész, szóval ö, ö, ilyen, ilyen versenyeken ez kevésbé működött jól, hogyha ő volt, és egyébként is én én kevésbé szerettem azokat a versenyeket, ahol ö, így folyton valakire támaszkodsz. Azért is mondtam, hogy Bedwater sem jött be nekem, mert én sokkal jobban szeretem, hogy elindulok, és akkor, akkor old meg magad. Én, én nekem az valahogy jobb, jobban tudok önmagamra koncentrálni, sokkal jobban figyelek a testemre, sokkal jobban koncentrálok a frissítésre, mert tényleg ott, hogyha nem eszem meg, akkor senki nem fog szólni, hogy most ennet kell. Egy körözös versenyen szólnak, beadják, figyelnek, de, de én nagyon szeretem a mostani versenyeken is, amikor ő nem kísérhet, hogy a, hogy a verseny előtti napokban együtt vagyunk. Tehát én én ahhoz úgy mindig ragaszkodok, ő nem mindig akar kijönni, de hogy, hogy mondjuk a sivatagok előtt is nagyon szeretem, hogyha kiutazik velem, és akkor akár ott egy részét megnézzük a pályának, hogy lássa, hogy majd hol futok, hogy ne csak nekem legyen élmény. Tehát, különben annyira nehéz lenne neki elmondanom, hogy ott mi történt velem, hogyha ő egy picit nincs ott nekem, mindig fontos, hogy ő neki kicsit megmutassam, hogy legyen ott egy közös élményünk is azon a helyen, és akkor ő elutazik haza, amikor én, amikor én beutazom a sivatagba a busszal, de hogy akkor is tudja, hogy hogy, hogy ez milyen, és, és nekem nagyon megnyugtató, hogyha az előttelelő napokban így együtt vagyunk. Jobban is tudok pihenni, hogyha ott van. Tehát így, így lelkileg nekem ez így nagyon sokat ad. Nektek három már felnőtt uh, fiatak van, felnőtt gyereketek. Az a kérdésem, hogy, hogy ők hogy élik meg azt, hogy hogy az édesanyjuk ilyen extrém teljesítményeket ér el, extrém eredményeket? Ők ezt mennyire élik meg, akár nyomásként, akár inspirációként, illetve közülük van-e valaki, aki szintén öntenyomdokaitba lépett, vagy akár lépni fog? Igazából ö, otthon én nem annyira vagyok futó, vagy hát nem, nem vagyok futó. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor eleve akkor futottam, amikor aludtak. Tehát nagyon sokat hajnaloztam, általában hajnalban edzettem, és nagyon keveset utaztunk el, tehát ezek a hosszabb utak, a sivatagok, az amerikai utak azóta vannak, mióta ők úgymond felnőttek, de legalábbis ilyen bőven voltak. Előtte talán mondjuk egy, 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 egy VB, meg egy spártatlan volt így az éves adag, ami ilyen egyhetes távol léttel járt. Nyilván otthon van szekrény, amiben <laughs> vannak kupák, meg, meg ez az. De de hogy ez így nem volt azt a téma, hogy én mire készülök, nyilván látták, hogy, hogy mit csinálok. És a nagyfiam, ő, ő pszichológus lett, és így sokat szoktunk beszélgetni olyan dolgokról, hogy mondjuk... Ugye az otthoni minták, egyébként euh, ifjúsági lelki segélyvonalnál van, és akkor így, így, ez így egy. engem érdekel, hogy uh -huh. ki mit hoz és, és miért történik vele az, ami. Tehát ő azt mondja, hogy nyilván ő ebben őt belemondjuk, hogy, hogy mi mozgunk, a férjem is, egyébként ő, ő is ultrázik, és euh, nekik ez, ez totál természetes, hogy, hogy ők így élnek, hogy, hogy a mozgás az része az életnek. De én azt gondolom, hogy, hogy így nem látom rajtuk, hogy őket ez nyomasztaná. Sokkal inkább úgy éreztem mindig, hogy ők büszkék. Mikor kicsik voltak, akkor, akkor ezt nyilván egyértelmű, aztán mikor, amikor, amikor akkor féltem, hogy eset, esetleg ez nekik probléma lehet, de nem volt az, sőt, én nagyon jó kapcsolatban vagyok a barátaikkal is, tehát sokszor az volt, hogy jöttek a haverok, és akkor föl sem mentek a szobába a gyerekekhez, hanem ott leültek hozzám és kérdezgettek meg mesélni kellett, meg követnek, meg azóta, nem tudom, a nagyfiamnak van egy orvosbarátja, aki a vizsgédőszakokban mondja, hogy mindig a könyvemet olvasta, tehát, hogy így, tehát én ezekkel a srácokkal tök jóban voltam a barátokkal is, és, és, és sosem volt az, hogy nem is érzem úgy, hogy ez most hú, de nagy dolog, amit én csinálok, csak, csak egy, mégis látták azt, hogy ha szeretnénk valamit, akkor azt részben el lehet érni, részben meg nagyon sokat kell csinálni érte. Tehát ezt így ők vitték a pakba viszont azt látom rajtuk, hogy, hogy így hasonlóan élnek, és itt nem a futásról van szó, bár a nagyfiam fut egyébként, meg ez még sok minden más, de hogy, hogy, azt látom, hogy mernek, mernek bevállalni olyan dolgokat, ami, ami nem biztos, hogy, hogy, hogy így minden egyetemista oda tesz a, a, sima kis élete mellé, és, és tök jól haladnak az útjukon, és, és csinálják tényleg a, a középső filmő például neki a zene az, ami egy ilyen plusz, és sokszor, sokszor így ránézza minden napjára, úgy érzem, hogy ú, szegény, meg fú, de sokat vállal, meg ilyenek, de hogy aztán meg utána rá gondolok, hogy oké, okay, pont ugyanezt csinálom, és, és, nyilván, tehát látom rajtuk, hogy boldogok, és így, így, így egész az egész, ez szülőként néha egy picit ijesztő, hogy úristen, és akkor, akkor vissza kell néznem, hogy jó, te pont ezt csinálod, és semmi bajod nincs, és szereted, tehát ez így jó lesz, azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem nyomta őket agyon, hanem, hanem így inkább, hogyha ezt lehet mondani, inkább inspirálta, vagy, vagy egyszerűen ezt vitték otthonról, hogy, hogy, hogy lehet, lehet sok mindent csinálni, több mindent, nem csak egy dologgal foglalkozni, és az nem baj, ha bevállalunk mást is a, a sima fű tevékenységünk mellé, és lehetünk jók, lehetünk jók másba is. Szóval ők nagyon klassz gyerekek, és tényleg ez a sport, meg ez mindenkinek ott van, hogy, hogy ez, így, ez így a napnak a része, de nem ultrázik senki, és nem is tervezi, legalábbis egyelőre nem tudok ilyenről. Szerintem sokakban fölmerült most arra, hogy ezt a sok-sok tevékenységet, a futóversenyeket, a, a fogorvosi praxisodat, a, az édesanyai szerepet, a, a feleség szerepet, ezt a sok-sok-sok dolgot, hogy tudod egyensúlyba hozni, mi a titka ennek, percre pontosan be van osztva a naptárad, elképesztő fegyelemmel élet vagy élitek az életeteket, tehát hogy hogy, hogy tud ez így, ez így, együttműködni? Nem beszélve arról, hogy cégeknek tartasz motivációs előadásokat, és ki tudja, mi mindent csinálsz, még két könyvet írtál már mostanra, szóval hogy van itt egyensúly, vagy van -e egyáltalán? Van. Úgy gondolom, hogy igen, különben, különben nem, nem menne ez, hogyha, hogyha nem lennének ezek így rendben és, és súlyba, akkor, akkor nem tudnám csinálni szerintem egyiket sem, rendesen. Igen, tényleg persze pontosan be van osztva minden, de ezt meg lehet tanulni szerintem, tehát hogy ez, ez nem egy ilyen nyomasztó dolog, föltétlen, hogy, 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 én tervezek a mindennapjaimat a előre is, hosszú távon is, de, de ugye napon belül is nincs káosz. Nekem ez így egyébként működik, és nagyon sok minden belefér mint ahogy mondtad, jön ebbe ehhez még, amit felsoroltál, az, hogy, hogy van egy kis csapatom, tehát egy kis 17 fős futócsapatot edzek, és, és, velük is törődök. Kis túlzás a napi szinten, de két naponta biztos, hogy valamilyen szinten kommunikálunk. Ez, ez úgy megy, hogyha, hogyha tudod, hogy mit miért csinálsz, és minek kell odaférni a Nagyon kell tudni az, hogy mi, a, mi, akkor, mi, mi élvez prioritást. Tehát nyilván vannak időszakok, amikor bizonyos dolgokat a többi elé kell helyezni, de de ezt akkor tudod, hogy utána majd jön egy másik, amikor ez egy picit háttérbe szorul, és akkor utoléred magad a, a többivel. Nem mondom, hogy nincsenek olyan napjaim, amikor, amikor úgy gondolom, hogy fú, most így összecsapnak a fejem fölött a hullámok, nem a konkrét napban, hanem inkább előre nézve. Hogy ezt hú, most hogy fogom megoldani? Azért ilyenek vannak, bőven, de hogy, de hogy valahogy meg mégis minden megoldódik, csak tényleg ilyenkor egy picit le kell ülni, higgadtan és, és végig gondolni, hogy oké, okay, most ezek vannak, ez akkor ezt hogyan osztom be, és mi ezek közül a legfontosabb, aminek biztos meg kell lenni, és hogy, és hogy az ötödik dolog biztos, hogy annyira fontos-e, hogy ezt most még oda kell tennem abban, abban, vagy az, az ráér majd holnap után is. És öm, nyilván ebben is kell tapasztalat. Tehát az, hogy, hogy ez nagyon régóta így megy, nyilván, ha van három gyereked, akkor már, akkor már kezdesz egész jól lenni logisztikában, mert mindenkinek máskor kell másút lenni, és ilyen edzés akármit, tehát hogy is még ott van a te edzésed, amúgy megrendelsz. Ehhez kell maga az is, hogy a, mondjuk a férjem is ebbe partner legyen, tehát, hogy ő is, ő is tudjunk beosztani feladatokat, el elosztani egymás közt, de ez sem egy ilyen kényszeres valaminek képzelt, tehát most ez lehet, hogy ilyen nagyon katonással hangzik, de hogy ez egyébként meg tök rugalmasan Aha. megy, de, de tervezni kell, igen, elég, elég tudatosan mindent hónapokra előre, és, és a napot meg így. Nagyon. Azt mondtad, hogy 28 évesen kezdtél el futni, előtte nem is nagyon sportoltál, talán a testnevelés órákon azkor részt vettél, de az a kérdésem, hogy gyerekkorodban milyen olyan élményeid voltak, vagy emlékeid, amelyek már sejtették azt, hogy te bizony extrém sporttejesítményekre leszel képes? Biztos gondolkodtál már ezen. Öh, szerintem a gondolkodásmódom az nem, tehát nem sokat változott. Tehát alapból meg volt bennem ez a, lehet, hogy a szüleimnek ez emiatt elég nehéz is volt. Tehát, hogy amit én szerettem volna, akkor az úgy az úgy kb. minden áron. Ez nem, 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 néha nem mindig jó volt ez. Tehát, hogyha én szerettem volna egy tengeri malacot, akkor az a tengeri malac oda került, és én már megcsináltam előre a dobozkát, meg minden, és akkor hát a szüleim már csak a malacsal találkoztak. Ez egy kis dolog, de hogy utána én gondoskodtam róla, tehát nem volt azzal nekik dolgok, de ők nem szerették volna, hogy ott a tengeri malac, de a tengeri malac volt. Vagy, vagy mondjuk amikor a német nyelvvizsgámra készültem, tehát nekem ezek mindig voltak ilyen fontos dolgok az életemben, én azt tudtam, hogy, hogy azt én meg akarom csinálni elsőre, tehát hogy így, az így, ha rá gondoltam, hogy ez nem sikerül, az így, az így nem volt opció, tehát én, én rengeteget tanultam azért, hogy amikor oda akkor, akkor az így elsőre meglegyen, mert nekem az fontos volt, ez volt az orvosival is, hogy hogy, hogy, hogy így azt, azt valahogy, ha rágondoltam, nem sokat gondoltam arra, hogy mi lenne, ha nem vennének föl. Nyilván ez egy orvos is felvételében benne van azért, de hogy az így, akkor arra gondoltam, hogy te jó ég, ki sem merek menni az utcára. Tehát, hogy ennek, ennek, meg kell lenni, akkor még egy kicsit ilyen szorongósabb vonal volt az, de hogy én csináltam, amit, amit, kellett ahhoz, hogy ez, hát ha lehet, akkor, akkor legyen meg. Öm, és öm, tehát én tudtam így fanatikusan tanulni, öm, mellé tenni, utána olvasni, és száz számra oldani a fizika példákat, meg meggyakorolni. Tehát, hogy ez mindenbe, mindenbe így működött nálam régebben is, és, és volt, egy, volt egy tényleg imádott német tanárom, a, a, a István. Nem tudom, hogy, <laughs> hogy emlékszel -e rájuk. Ismerős a név, mert hogy ezt erőjük el a nézőknek. Na, a beszélgetésünk előtt fettem fel a leplet arról hogy mi nem csak, hogy egy városban születtünk, hanem uh, egy városban nőttünk fel, és ugyanabban a gimnáziumban jártunk. Igen, ez ez volt a meglepetés a nap elején. Igen, Igen de hogy, hogy nekem ő, ő egy, egy abszolút meghatározó alakja volt, így, a, így az egész életemnek részben az ő életútja, tehát ő, ők, ők ugye Erdélyből jöttek át hm. Magyarországra úgyhogy mindent mindent ott hagyott, és két gyerekkel is a feleségbe jöttek át, és nekem ő ilyen én borzasztóan tiszteltem őt. Példakép Abszolút, abszolút. Tehát ahogy ő, ő mesélt nekünk, és, és tényleg tátott szájjal is próbáltam belegondolni, hogy úristen mi kellett ahhoz, hogy, hogy ezt meglépje, és, és, és az őszintessége az, az meg különösen megfogott, hogy mennyire, mennyire őszintén, őszintén beszélt magáról is. És, és ő azt mondta nekem, illetve nem is nekem mondta, hanem a, az anyukámnak mondta, hozzájártam német előtt külön órákra is, hogy hogy ennek a lánynak terje van, hogy egyszer falakat fog vele Ez, ö, mi egészen a, a haláláig tartottuk egyébként a kapcsolatot, tehát én még ben voltam nála tavaly a kórházban az utolsó napokban. Mm. Számomra ő egy nagyon-nagyon fontos ember volt, és, ö, és én talán tőle kaptam meg annó ezt, és bennem nem volt az, hogy én nagy dolgokat fogok csinálni, ö, sőt azt, azt gondolom, hogy talán ö, egy picit... Ö, talán inkább volt bizalom hiányom, még a gimis, gimis korszakban, hogy elég leszek-e én ehhez, amit, amit szeretnék. Akkor még csak az orvosi pályáról volt szó, de hogy, hogy ő, ő, nekem egy, ő nekem nagyon sokat adott ezzel az egy mondattal, meg így a lényével, és tényleg ez, ez, egy, ez egy egész életébe tartó kapcsolat volt. Nekem ő nagyon-nagyon... Ő, ő fontos volt. Szóval, hogyha én, én nem láttam azt, hogy én fogok csinálni nagy dolgokat, de volt, volt aki, aki látta. Aki hitt benned. Igen. Én azt vettem észre, hogy szerintem mindannyiunk életében, főleg a gyerekkorban vannak, vagy lehetnek olyan emberek, akik lehet, hogy csak egy mondatot mondanak a megfelelő pillanatban, hogy azt érezzük, hogy, hogy valamiat látnak bennünk, amit mi még nem magunkban, és az akár egy egész életet meg tud határozni. Igen, ez, ez nagyon, nagyon érdekes, szóval, hogy hogy egy mondattal mit tudsz adni, és vagy azzal, hogy, hogy amit a személyed sugároz. Mert hogy ő, őtől tényleg mindig ez volt, hogy, hogy nem én voltam a, a, leg, legjobb nyelvérzékű a csoportba, és szerintem úgy alapvetően talán hárman jártunk külön órára, és akkor első körben ez is esett, hogy nekem csak akaraterőm van, is. A többieknek megnyelvérzéke, de egyébként hármunk közül csak nekem lett meg első körben nyelvvizsgálat, szóval ez viszont meg, megmutatta azt, hogy azért az akarat terv is jó valamire. De hogy, de hogy igen, tehát, hogy sok sok mindenre rávilágított nekem így ezekkel a gesztusokkal, vagy ezzel az egy Mennyire akartál bizonyítani akkor? Nagyon. <laughs> Kinek akartál leginkább? <laughs> Azt gondolom, egy, egy gyerek a szüleinek akar bizonyítani, tehát nem nem másnak. És volt ott különbség, hogy inkább apukádnak, vagy anyukádnak? Szerintem ebben nem volt. Nálunk nálunk nagyon fontos volt az a szüleimnek, hogy én jól tanuljak. Tehát, hogy Ismerős. Mondjuk, hogy nem volt elfogadott a, a másik opció. Csak a jóanyany. Igen, így van. Tehát, hogy, hogy kitűnőnek kellett lenni. Amit amit egyébként én nagyon nem így csináltam a srácaimnál, mert, mert tudtam, hogy ez nagyon nyomasztó tud lenni, és egy, egy iszonyat forrás vagy, vagy, vagy szorongást tud csinálni egy gyerekbe, hogyha mindenből jónak kell lenni, az, az nagyon nehéz, és nem is kell egyébként szerintem. De egyébként meg, meg azt gondolom, hogy nyilván az kell, ez is kellett ahhoz, hogy most, most olyan legyek, amilyen, hogy ez nem probléma, vagy nem neheztelek. Ez, mindenki hoz valamit, ők is, ők is nyilván a szüleim is ö, ö, azt szerették volna, tehát ebben nem, semmi rossz nem volt, egyszerűen azt szerették volna, hogyha én, én, én többre viszem, ö, magasabban iskolázott leszek, mint ő. más lehetőségeik voltak, édesanyám egy hétgyerekes gyerekes családból, Jött, tehát, hogy ott, ott, ez teljesen érthető volt, hogy ők, ők egyszerűen ezzel akartak engem emelni, és ezzel akartak engem, engem Biztos jövőt képet adni nekem, vagy, vagy, vagy biztonságban látni, hogy, hogy ehhez ezt kell csinálni. De egyébként uh, nyilván ez, ez nem könnyű gyerekként. Meg én nagyon sokáig voltam egyke, tíz és fél évesen született a hugom, tehát uh, egy, szerintem, hogy egyébként is nehéz így egy, 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 egy gyereknek lenni, és nagyon-nagyon kell bizonyítani. Vagy hát nálunk nagyon kellett. És ma mennyire akarsz még bizonyítani? Szerintem most már egyre inkább a saját örömömre csinálom ezt, mert ha nagyon szeretnék bizonyítani, akkor <coughs> akkor más versenyeket választanék. Én simán odaállok egy olyan versenyre, ahol a magyar mezőnyben a tizedik vagyok. Még akkor is, hogyha még, még mai napig mindig akarnak velem versenyezni a, a férfiak is. Tehát, hogy, hogy tudom, hogy mindig örömmel tölt el valakit, hogyha esetleg megelőz, de hogy 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 rég nem azt csinálom, amiben a legjobb tudok lenni, hanem ami a legnagyobb boldogságot ad a, a futás terén. Úgyhogy szerintem ez, ez így csökkent. Tehát, hogy én, én a futással most úgy vagyok, vagy a sporttal, hogy, hogy nekem nem is az eredmények, amik mögöttem vannak, azok a fő büszkeség, hanem az, hogy én az Ultrát, azt most 18. éve csinálom, és azt gondolom, hogy, hogy mai napig magas szinten és, és nem tudok mást, aki velem együtt kezdte, és, és végig, végig magasan volt, és, és a mai napig csinálja. Tehát nekem, nekem ez a büszkeség, és én szeretném sokáig még örömet lelni ebben, és, 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 szerintem ahhoz meg az kell, hogy, hogy ne akarjak már bizonyítani, hanem a saját örömömre, a saját Saját magamnak tetsző versenyeket választom, azokat, amik nekem kihívások, és nem föltétlen azt, amit más értékel. Mert évek óta most már a 200 mérföld nálam a, a főverseny szám, tehát az éves főverseny. A 200 mérföldet én azt látom, hogy hogy kevesen érték. Azt az sem érti, aki, aki 200 kilométert fut, vagy, vagy a spártatlont csinálja, mert ez már megint egy annyira más műfaj. Nagyon kevesen csináljuk, itthon alig-alig, tehát itt tényleg egy pár emberről van szó, és ennek igazából szerintem itt a mi sportunkban nincsen túl nagy elismertsége, mert jó, hát az már, az már nem is futás, ez van. Egyébként tény, tehát rengeteg benne a, a, a kőkemény gyaloglás és a mászás, tehát ez egy másik sport, de hogy, hogy nekem már nem az a fontos, hogy azt mondják, hogy wow, bármint a sportásak hanem, hanem az, hogy én tudom, hogy ez, ez, mi, hogy nekem miért kihívás, hogy miért élvezem, és én tudom, hogy ez nagy dolog, amit csinálok, még akkor is, hogyha menj, itthon még egy, egy kicsit idegen ez az uh -huh. egész. Idén egy kerek évszámhoz érkezel, az a kérdésem, hogy elképesztő lelkesedést és izgatottságot látok rajtad, hogy amikor a futásról beszélsz, de hogy, hogy meddig tervezed ezt? Ezt ilyen lendülettel csinálni? Ö, nem tudom. Tehát ez egy olyan kérdés, amit nem tudok megválaszolni. Még van egy pár célom, de ö, nekem a futás az már bőven többet adott, ami, amit az ember így csak így kigondolni tud. Tehát, hogy én annyi, annyi szuper versenyem voltam, és annyi helyen a világban futva, ráadásul, tehát azt csináltam közben, amit imádok, hogy ö, hogyha most ö, holnaptól nem tudnék futni, már, már akkor bőven több van az én batyumban, és, és és annyi mindent adott ez a sport. De még van nyilván egy pár tervem. Ezek olyan tervek, hogy, hogy, nem minden áron tervek, de, de, hogyha úgy adja az egészségi állapotom, és úgy, úgy alakulnak a családi dolgok is, akkor, akkor még azért pár évig van a tarsolyban. Igen, most lefutott a lista. Mindig egyébként így fixen egy évet tervezek. Erre az évre megvan a nagy cél, az a, az a tahó 200 lesz. Nekem a nagy amerikai 200 mérföldesek közül még ez hiányzik. Három van, és, és ez lesz a harmadik. Úgyhogy ezt nagyon szerettem volna még. Tavaly azért nem mentem erre a versenyre, mert a legkisebb fiam akkor érettségizett és akkor nem szerettem volna mm. a, ezt erőltetni. Tehát én itthon szerettem volna lenni Magyarországon, amikor ő felveszi a öltönyt reggelente, meg berakni a táskába csokit, meg ilyenek de hogy az ez idén ez, ez, most, most össze fog jönni, és, és erre készülök. De hát nyilván még, még vannak tervek, de, de mondom, minden áron terv nincs. Nincs az, hogy én most még olyan listán van, hogy akkor még öt évig akarom ezt. Addig csinálom, amíg, amíg tényleg így a, úgy érzem, hogy az egészségem engedi. Fizikálisan most teljesen jól vagyok. Hál' Istennek engem, hogy a sérülések szépen elkerültek. Egy volt, de azt megműtötték szerencsésen a Covid idején, amikor amúgy sem voltak versenyek, és teljesen jól föl tudtam épülni, tehát én fájdalommentesen futok évek óta. Úgyhogy hogy ez engedi, és nem tudom, tehát hagyom így, így ezt így, így alakulni spontán, de még tényleg, tényleg vannak tervek. Előbb, utóbb nyilván az ember ezeket az extrém oszokat majd hagyni fogja, vagy lehet, hogy egyszerűen úgy alakulnak a családi dolgok, hogy hogy, hogy más téren lesz rám erősebben szükség, akkor, akkor majd majd más lesz a prioritás, szóval most, most az az időszak van az életemben, hogy pont ö, nem lakik már otthon egyik fiam sem, ugye ez szeptemberrel kezdődött, ugye most ránk szakadt a szabadság, és, ö, és, ahhoz viszont még azt gondolom, hogy elég fiatal vagyok, hogy merjek így tervezni, meg fizikálisan is erősnek érzem magam, úgyhogy szerintem most egy pár évet még így, ha, ha az egészségem, akkor még így, még így élvezzük ezt a típusú életet. Ezt örömmel hallom, meg a hallgatók és a nézők is. <laughs> Rengetegen ismernek téged a világon, de Magyarországon pedig különösen. Hogy éled meg ezt a fajta ismertséget? És ennek szerintem része az is, hogy amikor te előadást tartasz, amikor te szerepelsz, amikor itt vagy egy podcastben, akkor nagyon sokan példaképként, követendő példaként tekintenek rád. N Nem tudom egyébként mennyien ismernek, tehát azért az ultrafutás az egy elég ilyen szegmens sport, tehát nyilván nem vagyunk annyira előtérben, mint, mint, egy, mint egy csapat, egy foci csapat, vagy olimpikonok, vagy, vagy ilyesmi. Amiért azt gondolom, hogy mégis talán így, így közelebb tudok kerülni az emberekhez, akár mint egy olimpikon. Az talán a, a több kapcsolódási pont. Ugye, én nem vagyok profi sportoló, tehát az ember mindig úgy tekint egy profi sportolóra, hogy persze fantasztikusak az eredmények, és, és, és csodálja, de hogy azt is tudjuk, hogy az ő életük erről szól, erre van egy stáb, masször, ilyen edző, erőléti edző, sporták specifikus edző, és valószínű, hogy a reggeli, reggeli edzés után ők hogy a délelőtt edzés után majdnem a rendelőben fognak regenerálódni egy 7 órás, <laughs> órás, rendelési időben. Én, én, ugye ott, tehát én, hogyha délutános vagyok, én akkor délelőtt edzek, esetleg két edzés között gyorsan főzök valamit, és utána pedig elmegyek, és, és estig dolgozom, és este pedig átnézem a tanítványaimnak, a, hogy mit futottak, és, és, csinálok vacsorát, és stb. Tehát hogy az én életem azt gondolom, hogy közelebb áll sokkal a, a a legtöbb ember életéhez. Van egy hivatásom, van családom, van a kutyáim, van a férjem, mosok, főzők, és egyéb dolgokat csinálok, mint mindenki más, és talán ezért azt gondolom, hogy, hogy tényleg így, így közelebb tudok kerülni másokhoz is esetleg. Emiatt lehet, nem, nem szeretem ilyen példaképként titulálni magam, de hogy, hogy emiatt lehetnek bizonyos dolgok példaértékűek mondjuk így valakinek, hogy hogy azt látják, hogy ha látják, persze mindig van az a vonal, hogy neki könnyű, tehát nekem mindig könnyű, azt is tudom. Arra még nem jöttem rá, mi ödeke. de De hogy, 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 mégis, mégis látják az emberek azt, hogy, hogy, hogy esetleg többet is bele tudnánk tenni abba az életbe, és, és hogyha mondjuk dolgozik valaki nyolc órát, és azt mondja, hogy hula, fáradt vagyok, és, és nem csinálok semmit, csak mondjuk nem tudom, leülök a tévére, rengeteg kifogás van, ezt orvosként is láttam, iszonyú sok kifogás van a mozgás szembe is, de ezer más dologgal, tehát bármiféle cél, cél a kapcsolatban, hogy ez nem fér bele, nem vagyok rá képes, és tényleg iszonyú hosszú a lista, de hogy, hogy öm, talán öm, már az jó, hogy egy picit valaki elgondolkodik rajta, hogy, öm, hogy a franc lehet, hogy lehetne mégis másként, és, és öm, lehet, hogy ő is mégiscsak négykor kelhetett föl, hogyha már hatkor már kondiba volt, és előtte már futott is, hogy ez, ennek azért valahogy össze kell állni a fejekbe. Sokan elhessegetik nyilván, mindig az, a, tehát mindig az a könnyebb verzió, hogy neki könnyű valami miatt. Nem tudják, hogy mi miatt, de valami miatt nekem biztos könnyű. Ez, ez egyébként tök jó, mert ez, ezzel jókat szoktam mosolyogni talán valakinek megerőt ad, és rengeteg ilyen visszajelzést, vagy üzenetet kapok, hogy neki az, az, számít, hogy látta, hogy, hogy én már kim voltam, és akkor, akkor azt mondja, a franc, akkor én is főhúzom a, a cipőmet, és kimegyek. Vagy akkor benevezek egy versenyre, és, és csinálok egy felkészülést, mert hogy lehet, hogy ha neki belefért az a 400 kilométer, akkor lehet, hogy nekem is belefér egy maraton. És vagy merek egy picit többet vállalni, vagy anyaként fölmerem vállalni azt, hogy, hogy én, én vasárnap délelőtt a főzés mellett még, még, egy órát kimennék futni. Hogy ezt én kimerem mondani. Hogy attól én nem vagyok rossz anya, hogy lehet, hogy nem délbe lesz ebéd csak egykor, de hogy aki ott ül veletek az asztalnál, az, annak fülig fog érni a szája, mert hogy kiszelőztette a fejét. És szerintem, hogyha, hogyha van egy pár ilyen sztori, már pedig van, akkor, akkor megéri valamilyen szinten ismertnek lenni, Hogyha ez az embereknek erőt ad. Azt semmiképpen nem szeretném, hogy, hogy bárkit frusztráljon, amit csinálok, biztos van ilyen is. De hogy, hogy a cél azokkal, amiket én megosztok, az, az semmiképpen nem az akar lenni, hanem hogy, hogy nyugodtan merjünk egy picit. Nőként szerintem ez nem egyszerű, anyukaként még nehezebb és, és én is megjártam a nehézségeket ezzel, tehát ez nem úgy volt rögtön, hogy wow, tök jó, hogy kimész vasárnap futni három órát, tehát hogy, ez nem így működik. Ezt így, ez egy ilyen kemény munka, mind a két fél részéről, vagy az egész család részéről, de hogy, de hogy mikor leesik a tantusz mindenkinek, hogy amúgy meg teli van -e energiával, jó kedvű, jól is néz ki, akkor, akkor miért ne? Tehát én miért akadályozzak ebbe bárkit, hogy boldog legyen, mert attól még velem is boldog. Tehát szerintem nagyon sok kapcsolatban vannak ilyenek, hogy nem szeretik, ha a másik fél más szituációban boldog, pedig az hozzátesz ehhez is. Szóval én, én, ezeket szeretném megmutatni, mert innen kanyarodtunk oda, hogy az ismertség az, az mennyire nyomasztó, vagy nem. Szóval, hogy én, én, én ezt itt szeretném egy picit átadni az embereknek, és nyilván nőként, főleg a nőknek, de hát persze hogyha a férfiak közt van, aki, tudom, hogy ott is van, aki miattam kezdett el futni, mert, mert ilyet is hallottam bőven, de hogy, hogy, hogy merni egy picit többet feltételezni magunkról, mint amit gondolunk. Bízom benne, hogy sokan meghallották ezt a nagyon értékes gondolatodat. Említetted azt, hogy ugye nem kell mindenkinek 400 kilométert futni, hanem akár mert egy fél maraton, egy maraton is óriási teljesítmény lehet. Azok, akik most futnak, vagy gondolkodnak azon, hogy elkezdjenek futni, mi lenne az a néhány tanácsod, amit, amit nekik adnál ugye az elmúlt 18-20 év tapasztalat alapján? Sose, sose, mérjék magukat máshoz. Ez nagyon fontos. <kül> Tehát ne hasonlítgassanak, hanem, hanem a futás az legyen egy örömforrás, és ne pedig egy megfelelési kényszer. Teljesen mindegy, hogy, hogy mennyire lassan futnak, vagy, vagy hogy az a futás az az csak három kilométerre úgy, hogy abba a feleséta, azzal sincsen semmi baj, hanem, hanem örülni annak, hogy, 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 ő ezt megcsinálta aznap. Én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert én mindig örültem annak, ahol éppen jártam. Tehát én a félmaraton or sem voltam kevésbé boldog, mint mondjuk egy pár éve, mondjuk a 400 kilométeres jutai verseny után. Tehát én legalább akkor a bajnoknak éreztem magam, de tényleg és és nagyon fontos, hogy hogy értékeljék a, a sikerüket, és veregessék nyugodtan magukat hátba, hogy vagy én ezt megcsináltam. Tehát a, a futás az, az valahogy legyen mindig öröm, és ne, ne megfelelés, és viszonyítgatás. Én nagyon nagy nehézségnek tartom a mai világban, így a, ilyen szempontból a, a, a social médiát, meg a, ezeket a platformokat, mert ö, rengetegen nézik, hogy mit csinál más, és ö, húzzák le magukat. Én ezt a tanítványomat meg is kértem, hogyha akinél főleg ilyet látok, hogy ez vissza, hogy jöjjön le arról a felületről, tehát minek. Egyrészt rengeteg idő, másrészt meg nem ad, hanem elvesz. És, és a másik, hogy nagyon fokozatos, tehát ne, ne, akarjanak mindent azonnal, hanem csak fokozatos a lépésről lépésre, és minden lépcsőfoknak örüljenek. És, és a futás az, az nagyon sokat fogadni még akkor is, hogyha kezdetben esetleg nem annyira egyszerű, de lehet futni barátokkal is, és emberi kapcsolatokat építeni, beszélgetni. Szóval szerintem érdemes elkezdeni futni. És, és hát a legnagyobb előnye, ami nekem, nekem is volt, hogy bármikor lehet. És aki, aki mondjuk egyedül úgy érzi, hogy, hogy kevés ehhez, akkor az keressen egy egy közösséget, vagy egy barátot. És egy, egy sztorit el kell mondjak. Hogy, hogy, mennyire nem kell föltétlen egyébként nagy távokat ahhoz, hogy, hogy valaki, valaki azt gondolja, hogy vá, hogy én ezt kemény vagyok is. és nagyon, 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 erősnek érzem magam. Nekem most volt a hétvégén egy edzőtáborom, én 12 éve szervezem ezt egyébként, minden januárban van, ultrafutóknak tartom, de én szeretek meghívni olyan, olyan barátokat, vagy ismerőseket, akik még, még sose lesznek ultrafutók valószínű, csak mondjuk egy fél maraton tudnak futni, de az se könnyen mondjuk. De, de szeretem elhívni őket, egy pár ilyen embert, aki tudom, hogy lelkes, mert tudom, hogy maga a közösség, ami ott van, akik futnak, ők, ők senki se fogja verni a mellét, hogy mit tud futni, hanem, hanem ter, teljes természetességgel futnak napokon át mindenféle hegységbe is. Tehát tök jó arcok. És az idén meghívtam a, az utcánkban, akik egy hölgy, és ő neki van súlyfeleslege, de eszmetlen lelkes. És megkérdezte, kicsit pityeregve, hogy én véletlenül nyomtam a gombra, hogy őt, 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 őt meghívom, és mondtam, hogy dehogy is, hát nem. És akkor azt mondta ilyen tűzzel a szemében, hogy kihívás elfogadva is. És képzeld el, hogy, hogy minden nap, igaz, hogy nem velünk jött, hanem a végén, minden nap ö, annyit futott, hogy a négy napunk alatt 102 kilométert tett meg úgy, hogy ő, ő nagyon-nagyon komfortzónán kívül volt, és, és minden nap őt megtapsoltuk, és ugye szembe jött, mert ugye mindig ugye ő még az egyik irányba haladt, mikor mi vissza, mindenki teljes szívéből éljen és csináltunk neki kis kaput a kezünkből, amin átfuthatott, és, és ő mondta, hogy abban négy napban annyiszor elsírta magát, de hogy ő, ő volt ennek a, az egész tábornak a hőse, akit szerintem az ott levő összes ultrásnak az idejévre, egy csomag lesz, amit vissza, mert ő volt a legkeményebb. És hogy, hogy nem azért, mert hogy ő tud 300 kilométert futni, tehát nem, nem, az, nem föltétlen az, az az, ember a, példaértékű, példa értékű, amit csinál, hogy, hogy, valamiben ilyen szinten extrém, hanem, hanem az a szemcsillogás, amit láttál négy napon keresztül, az, az ott az összes kőkemény ultramagnak mm. olyan lelkesedést adott, hogy, hogy fantasztikus. Tehát, hogy, 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 nem kell viszonyítgatni, hanem, hanem csillogó szemmel kell csinálni a magunk kis kihívásait. Ez egy gyönyörű végszó a villám kérdések előtt. <laughs> és közben nektek mondom, kedves hallgatók, nézők, hogy nekünk van egy saját közösségünk a közösségi médiában, ha már emlegettük, a Karizma Podcast Facebook közösség, és hogyha kíváncsiak vagytok a Karizma Podcast kulisszatitkaira, akár néhány vendéggel is találkoznátok ott, izgalmas beszélgetéseket folytatnátok, akkor várlak ott is benneteket szeretettel, Facebook, Karizma Podcast közösség. No, és akkor villámkérdések. A sok-sok tevékenységed mellett motivációs előadásokat is szoktál tartani. Az első kérdésem azt jelvi, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, de most természetesen mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival. A kontraszt, ami azt jelenti, hogy nagyon nőként megyek ki, és, és amit, amit, mondok, az pedig ennek nagyon ellentéte. Tehát, hogy ez a nő, aki ott el előttünk, mondjuk tűsarkúba és miniruhába, ő amúgy tud futni 400 kilométert a sivatagba. Ezt úgy szeretem, az ez egy ez ezt így nem kell különösebben előadni, de úgy, úgy jön a hatás. Abszolút, ezt trénerként is megerősítem, hogy minden, ami kontraszt, az így még inkább érzelmileg megérinti az embereket. Ha újra a karriered, mi az, amit másképp csinálnál? Semmi. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Túlvállalom magam. Mi a legjobb tanács, amit valaha kaptál? <laughs> Húha! mint mindenre válaszolni? Nem. Az első, ami beugrik, az is lehet egy tanács. Nem tudok ilyet mondani. <laughs> Oké. Okay. Ha lenne egy nagy hirdetőtábla az országban, amire te írhatnál föl bármit, amit mindenki látna, akkor mit írnál fel arra a táblára? Többre vagy képes, mint amit gondolsz magadról. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy ö, nem látom majd az unokáimat. És végül mi a legnagyobb álmod? Hogy ö, még 60-on fölül is egészséges leszek, és a családommal is leszek együtt, és és, és lesznek unokáink. Szilvi, én mindent pontosan úgy kívánok neked, ahogy most megfogalmaztad, és nagyon köszönöm ezt a rendkívül inspiráló beszélgetést. Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Köszönöm. Fú, még most is keresem a szavakat ezután a beszélgetés után. Ha téged is megérintett, ha téged is inspirált, akkor hoztam neked egy másikat, ami szintén garantáltan tetszeni fog. Kattints ide hozzá a képernyő jobb felső sarkába. Ide. És ugye feliratkoztál már.